Köszöntöm Önöket. Immár közel két évtized távlatából megszokhattuk már, hogy a két ünnep között is jelentős sportprogramra kerül sor Székesfehérvárot, hiszen karácsony és szilveszter között rendre, megrendezésre kerül a Fehérvári Futballfesztivál, a Masterplast Fehérvári Futballfesztivál, hogy egészen pontos legyek. Nos, 2017-ben 18. alkalommal került sor erre a bizonyos futballünnepre, és számos rekordot is hozott magával ez a torna, amely immáron nagykorúvá vált. 2017. decemberében nagykorúvá vált a Fehérvári Futballfesztivál, ugyanis 18. alkalommal pattogott a labda a Videoton Baráti Kör Egyesület szervezésében, a VOG-ban. Megvan a 18 éves hagyománya a tornának, amit azért kezdtünk, hogy a Videotont népszerűsítsük, tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen rengeteg foci torna van az országban, de a miénk azért specifikus, mert mi nem kifejezetten egy amatőr, fél profi kupát szervezünk, hanem mi a Videoton tiszteletére csináljuk ezt az egészet, és a másik titka talán a hagyományokon túl, hogy folyamatosan megújulunk, hiszen idén most már annyira fúra vittük a programokat, az 68 csapat, 125 mérkőzés, 800 játékos lesz a parketten, és több mint 50 órán keresztül megy a fő program lent, és 5 korosztályban, 5 kategóriában fociznak a csapatok. Az 5 tornából 4 tornán is vesz részt külhoni csapat, 11 külhoni csapatot látunk vendégül Székesfehérváron ezekben a napokban, és gyakorlatilag a történelmi Magyarország összeér, hiszen Délvidék, Kárpátalja, Erdély és Felvidék terület is érkeztek csapataink, sőt, kuriózom, hogy a nőibe 2 csapat érkezett, a gyerek tornára idén először érkezett csapat, Kárpátaljáról 11 éves gyerekek, és a fő tornán pedig 7 darab külhoni csapat van, mindegyik csoportba jutott egy, és elsősorban ez a rendező, hogy a határon túli magyar lakta területekről érkezzenek a csapatok, illetve ide kötődik a testvérváros is, és testvérváros tekintetében Csíkszeredából és Opoléból érkeztek. Egy szóval minden tekintetben rekordokra tört a Masterplast Fehérvári Futballfesztivál, amely több jubileum előtt is tisztelgett 2017-ben. A Videoton Baráti Kört, amikor alakítottuk, az egy szurkoló érdekképviseleti szerv volt. Ugye nem volt még akkor a klubnak ilyen marketing osztály, mint a mai napokon. Rengeteg mindent, a szurkolók utazását, a buszokat, ajándéktárgyakat, sállakat a Baráti Kör kezdett el gyártani, és gyakorlatilag a Baráti Kör mellett, mögött Baráti Körből nőtt ki a Red Bull Devils, aki 25 éve most már töretlen a Magyarország egyik legrangosabb szurkolótábora, és az idei tornán részben ő előttük is tisztelgünk a 25. születésnapjuk előtt, és lesz is egy gála meccs a mai napon ugye a VOG-ba, amikor az ellenfel a Videoton menedzsmentje lesz, hiszen a Videotonhoz is kötődik most két jubileum, az egyik az, hogy 50 évvel ezelőtt jutott föl az NB1 először a Videoton, köszönhetjük majd az akkori hősök közül egy pár itt a VOG-ba 30-án a döntő szünetében, illetőleg az újkori Videoton ér az 2007-ben kezdődött, az úgynevezett második aranykorunk, és ezelőtt is tisztelgünk a tornával. Ezúttal is megrendezték az öreg fiúk, a szurkolói, a női és a gyermek kupát, jótékonysági mérkőzést játszott a művész válogatott és a Videoton öreg fiúk, és ezúttal sem maradt el a zárónapon a közéleti gála mérkőzés. Az íre pedig a Vidi retro csapatainak mérkőzése tette fel a pontot. Ami pedig a nemzetközi kispályás kupát illeti, a Sárépszer megvédte címét, miután büntetőkkel legyőzte az újonc, a többi között Lang Ádámot, a Videoton korábbi védőjét felvonultató Jó Barátok együttesét. Nekem személy szerint nagyon sokat jelent, hogy itt fehérváriként címet tudtunk védeni idén is, és reméljük jövőre is. Hát elég jó kis csapat vagytok, benne vannak a srácok a buliban. Ez is talán mutatja azt, hogy sok időt töltöttök együtt, jól gondolom? Igen, rengeteg, amikor szabad időnk van és nem a csapattal töltjük, akkor mindig együtt van ez az egész brigád. Ahhoz képest, hogy nullát készültünk erre a tornára, hiszen jó barátok vagyunk Veszprémből, együtt nőttünk föl Rugovics Vendel kezei alatt, és minden évben így összeállunk egy-egy tornára. Úgy gondolom, hogy ahhoz képest jól alkalmazkodtunk a kispályához. Számomra is hihetetlen, hogy mind a 4 nap abban, kora délután, késő délután, kora esti órákban gyakorlatilag megtelt a csarnok. Ilyenre még nem volt példa az elmúlt évek, hogy mind a 4 nap meg tudtuk tölteni a délután intervallumban a csarnokot. Zárszóként mi mást mondhatnék, mint azt, hogy izgalommal várjuk a következőt, a 19-et 2018-ban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm az esti mérleg nézőit. December 31-e van, és Börgöndön vagyunk, hol másutt, hiszen az Albatrosz Repülő Egyesület a hagyományoknak megfelelően búcsúztatja az óévet. Ez mindig különleges dolog, az idén még inkább, hiszen amellett, hogy természetesen lesznek ejtőernyősugrásnak, repülnek, akiknek repülnie kell, ilyenkor azért megbeszéljük mindazt, hogy mi minden történt ebben az esztendőben, hiszen ahogy évtizedek óta, amióta az Albatrosz Repülő Egyesület mindig eredményes esztendőt zárnak. Itt van velem Sziládi Dezső, a Repülő Egyesület elnöke. Milyen volt ez az év? Hiszen most azért különleges, mert hogy azért a repülőtér is fejlődött, és ráadásul most az imént szállt fel az új Cessna is. Igen, így van. A sportejtőernyőseinknek egy több éves igényét próbáljuk ezzel kielégíteni, hiszen nem volt annyi repülőgép, amivel a sportolók tudtak volna ejtőernyőzni. Most ez rendelkezésre áll egy Cessna 182-es repülőgéppel kapcsolatban. Tehát mondhatnám, jó évet zárunk, ha az a szörnyű tragédia nem árnyékolná be ezt az évet, akkor azt kell mondjam, hogy egy eredményes évet is zárhatnánk, hiszen májusban meghirdettük a Nemere projektet. Itt a Majálison átadtunk több mint 2000 támogatói aláírás polgármester úrnak, aki mellé állt a Nemere újjáépítésének, és ez a repülőnapon már el is indult. Itt többen láthatták a Nemere sátorban azokat a terveket, rajzokat, amivel elindult az építése ennek a repülőgépnek, de sportolóink is jól szerepeltek, rengeteg versenyen vettek részt, és komoly helyezéseket értek el. Tehát ezt mondja az elnök, milyen volt pilótaként ez az év Sziládi Dezsőnek? Érdekes, mert egész hétközben mindig jó idő volt, amikor persze mindenkinek dolgozni kellett, és nyáron mindig hétvégére romlott el az idő. De azért pilótaként is azt kell mondanom, hogy eredményes évet zártunk, hiszen azért a repült óráink azok megvannak, főleg a típus hosszabbításokhoz, szakszolgálati engedélyhez, tehát én sikeresnek mondanám ezt az évet. Milyen terveitek vannak 2018-ra? Mindenképpen fokozni kellene a repülést és az ejtőernyőzést, és hát nem utolsó sorban építenünk kell a Nemerét, hiszen arra 2 év van, és ez a repülőgép, reméljük, hogy ha nem is a 18-as évben, de a 19-es évben itt a repülőnapon már láthatóvá válik. A bensőséges hangulatú délelőttön először indult bevetésre a 4 személyes Cessna gép, amely karácsonyi ajándékként állt szolgálatba az albatroszos repülőknek. Új géppel gazdagodott az Albatrosz Repülő Egyesület, jó ránézni. Igen, mi is örülünk neki. 2016 év végén egy észak-olaszországi kis repülőtérről hoztuk a repülőgépet. Egy évbe telt, mire a repülőgépet alkalmassá tudtuk tenni ejtőernyősugratásra is. Nagyon szigorúak a követelmények ezzel kapcsolatban, és az év végére a légügyi hatóság erre megadta az engedélyt, úgyhogy most már az angol lajstrom helyett magyar lajstromba és magyar hatósági felügyelet alatt repülhet itt Börgöndön a repülőgép. A szilveszteri jó évbúcsúztató az mindig nagy ünnep az Albatrosz Repülő Egyesület minden egyes tagjának, nem különben a ejtőernyősöknek. Milyen volt ott fent az új gépből ezen a napon? Sikeres évünknek köszönhetően az Egyesület rendelkezik egy új Cessna 182-es repülővel, ami most volt az első ejtőernyős ugrás Magyarországon, illetve itt a Börgöndi repülőtéren. Fönt meglepően jó idő van, plusz 5 fok volt a hőmérséklet szerint, és remek volt az ugrás kék ég napsütésben. Nagyszerű. A december 31-én ez különleges mindenképpen. Milyen évet zártatok, hiszen ez egy mozgalmas év volt, ugyanolyan, mint a többi általában, de azért ez mégiscsak különleges. Az évünk az ejtőernyőzés szempontjából jó volt, folyamatosan tudtunk üzemelni a repülőtéren, eddig kölcsöngéppel, most már, mint említettem, hazaival. Több száz ugrásunk van az egyesült tagok részéről, és mind baleset és eseménymentesen. Tiszteltel köszöntöm Pacúr Ferencet. Hanyadik szilvesztered, hanyadik repülő szilvesztered, ez Feri bácsi? 86. maga a szilveszter, de
remélem, hogy még egy kicsi jut ebből a nagy világból. Feri bácsi, mi a különlegessége a repülő szilvesztereknek? Hát azok, akik csinálják, azoknak nem különleges, mert eddig még, amióta a repülőtársadalomba beléptem, eddig még mindig a szilvesztert tisztelettel, sokszor munkával kellett, olyan is volt szilveszterkor, a régi szép időbe, vadászpilóta múltomban, hogy bizony hetes váltásba adtuk a készültséget, és ha valaki nem volt még szilveszterkor, akkor biztos, hogy szilveszterkor a szolgálatot vezérlő főtiszt gondoskodott róla, hogy megismerje szilveszterkor a repülők szükségszerű helyzetbe való megtartását. A hagyományoknak megfelelően a repülős szilveszter mindig különleges. Egy ifjú hölgy miként ünnepli repülősként a szilvesztert? Remélhetőleg ugrani fogok én is, úgy, ahogy a többiek tették. Mitől különleges egy repülős szilveszter? Azon felül, hogy ugranak. Milyen esztendőt zártak így, ha így együtt kérdezem? Ugrás szempontjából legalábbis személy szerint én közepeset zártam, viszont a különlegességét az adja meg, hogy hónapokon keresztül rossz volt az idő, nem tudtunk olyan gyakran ugrani, és viszont az évet mégiscsak így tudjuk zárni. Mi minden bír rá egy ifjú hölgyet arra, hogy a repülést válassz az ejtőernyőzést, hiszen ez mindenképpen különleges, még napjainkban is. Én abszolút egy klasszikus formájába választottam ezt a sportot, úgyhogy voltam egy tandemugráson, és itt ragadtam. Most tehát a rövid képsorokból kiderül, hogy miért is jó Székesfehérvárnak repülősnek lenni, miért is jó az Albatrosz Repülő Egyesület tagjának lenni egy ilyen jeles ünnepen, hiszen itt csupa-csupa jókedvű ejtőernyős repülős vesz körül bennünket. Azt hiszem, hogy eredményes évet zártak, és eredményes esztendő elé néznek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!